Mond a szemüveg a tokjának, ha találkozik vele. Szevasztok! Hogyha ilyen nagyon primitív módon megvolt a hajnali köszöntő, akkor közlöm, hogy most 9. napja szívunk itt az Alpokba, ahelyett, hogy mondjuk egy balatoni wellness-szállodba áztatnánk a tükünket. De még mielőtt valaki nagyon elkezdem minket sajnálni, akkor közlöm, hogy nekünk ez egy kaland, és élvezzük. Élvezzük a továbbiakat is, elviekben még 2 nap van hátra, úgyhogy már csapunk is bele a közepébe. Már mutatom is a táborhelyet. Elviekben kemping körülmények voltak, de csak elviekben. Tegnap este a félhomályban már mutattam, hogy ez egy jó hely, talaj rendben, van itt tűzrakóhely, még akár tűzifa is lett volna. A környezet, a díszlet kifogásolhatatlan. Felvetődik a kérdés, hogy akkor miért mondom, hogy elviekben. Ugyanis hajnalban megleptek a hangyák. Mégpedig a sátor körülbelül nagyjából itt volt, és teljesen bejöttek a 2 sátor réteg közé. Úgy kellett kimenekülnünk, látszik, hogy a cuccok mind kint vannak, és a sátrat úgy, ahogy van, felkaptuk, szerencsére ez mozgatható, és átdobtuk pillanatokon belül oda. Ami talán nagy mázlink volt, hogy ilyen kis mini hangyák voltak, nem igazán csíptek. Egy részük persze bejutott, de nagyon le vannak lassulva, ugyanis elég komoly volt éjszaka a pára, felvizesedett minden, és ez meggátolta a mozgásukat. Még egy fontos táborhelyhez tartozó helységet mindenképpen megmutatnék. Ez pedig nem más, mint a fürdőszoba. Itt úgy nevezik, hogy Vezubié. Íme a fürdőkád. Garantált felfűsülő, és ezt most nem humorosan mondom, hanem a szó pozitív értelmében. Nyilván persze csak, aki bevállalós. Többször olvastam, hogy kommentekben, hogy azért tetszek ezek a videók, mert olyan szellemesek. Hát akkor most megnézzük, hogy vannak-e szellemek a közelben. Most mit csinálsz? Pokémont keresem. Az mi az? Hát az a lényeg, hogy telefonon keresztül olyan lényeket látsz, amik egyébként nincsenek ott. Én csak mondom, hogy ehhez egyáltalán nem kell telefon. Hogy az ember olyan lényeket lásson, amik egyébként nincsenek ott. Elég csak eleget inni. Különben tiszta a terep. Időközben a hegy fölött bekukucskált a nap, és ez nekünk most azért fontos, mert már ebben a másodpercben ki is húztuk a sátrat szárítani. Ahogy a Mónika Zsóba mondta, Bunyós Pityu, fontos a kontaktus. Akkor gurulunk kifelé az álom táborhelyről. Sajnos a lejárat az fekete leves. Valójában persze nem is a lejárat volt fekete leves, hanem inkább a feljárat.
És már Pisti úgy kapar, mint egy jó bejáratott kotlóstyúk. Várjál, segítek. Hát, nyomom, ne fos. Ez fasza lesz. Küzdelem az élet. Indulás előtt muszáj vagyok egy közvélemény kutatást tartani, mert István Pisti ragaszkodott hozzá. A kérdés a következő, ki a szupersztár a videóba? Mondok két lehetséges változatot. A. Kobrankó, B. A. Sajnos a táskák ilyenkor a vége felé már nagyon csálíra állnak. Képtelség normálisan beállítani. Nincsen tartásuk, főleg így, hogy még el is állok. Az adatismertetést természetesen nem hagyhatom ki ma reggel sem, mert a végén még a nézők megrónak. Tegnapi kilométer etap 88,33, és volt hozzá egy 1307 méteres szintünk, ami egészen faszának mondható. Pisti, kéne egy szintadat? Néha napján természetesen a szintet is kell kalibrálni, mert az időjárási viszonyok miatt elállítódik. Most ebben az esetben lepötyögünk 3.24-ig István Pisti GPS-szel alapján, és akkor ebben a másodpercben készen is volnánk az indulásra. Jól látszik, hogy bringásokból nem csak mi vagyunk ketten. Általánosságban azt figyeltem meg, hogy itt mindig hajnalban, illetve reggel tekernek, aztán dél körül, illetve délutána teljesen kikopik mindenki. Mondjuk ebben van logika, hát nyilván a meleg. Le Gorge de la Vésubie, akik tegnap látták a filmet, az előző részt, azok tudják, hogy itt már jöttünk fölfelé, mentünk visszafelé, aztán újra jöttünk fölfelé. Itt ugye egy kilométerre van egy fasza kajáló hely. Igen ám, de akkor említettem, hogy már nem sok minden látszik, mert sötét van meg minden, és hogy ez milyen fasza lesz majd reggel. Na hát akkor tessen mindenki figyelni, így néz ki reggel. Onnan kelet felől süt be a nap, úgy félig meddig, és hát érdemes betekinteni a gorsba is. Túl sok víz jelen pillanatban nincsen a Vésubiéba, de azért arra jó, hogy egy picikét zúg, és adja a hangulatot. Az igazi feelinget azt a sziklák adják. Fantasztikusan néz ki. Ez szerintem nem kell kommentár. 2017. augusztus 27-e van, tehát már igencsak futunk ki a nyárból. Itt természetesen a nyárnak még nem lesz vége, csak majd valamikor szeptember második felében, vége felé. Ugye a mediterrán zónában vagyunk még mindig. A sziklafalak átlagban 3-400 méter magasak, ez persze itt változó. A Vésubiei kanyont úgy is hívják, hogy a csodák völgye. Vagy például a természet lábnyoma. Én azt gondolom, hogy szinte bármilyen jelző, szuperlatívus simán ide illene. Akkor gyorsan a mai túra résztvevőinek bemutatása. Mondom akkor, George Clooney, Brad Pitt. Most jött volna az a rész, hogy István Pistinek azt kellett volna mondani, hogy ezek a nevek már foglaltak. Taníthatom én bármire, reggel még nincs agya, úgyhogy akkor újra játszunk. Tehát a túra mai résztvevői George Clooney, Brad Pitt. Ezek a nevek már foglaltak. Nagyon mesterkéz volt. Na mindegy. Akkor ezt most már rövidre zárjuk. István Pisti, Kobrankó. Miközben gurulunk be Saint-Jean-la-Rivière-be, egy érdekességet, különlegességet még elmondanék a kanyonnak kapcsolatban. Itt forgatták ugyanis a legelső francia természetfilmet. Mégpedig még anno 1913-ban. És külön érdekessége volt, hogy a film magán a folyón játszódott, egy gumicsónakkal ereszkedtek lefelé, és vették fel az egészet természetesen fekete-fehérbe. És persze ebben az igazi nagy durranás az az volt, hogy akciókamera kellett hozzá, akkoriban még ugye csak állványról filmeztek még. Úgyhogy ez filmtörténeti érdekesség is egyben. Na és akkor itt van a rávazás, Duranus level balra, és akkor innentől már kezdődik a tényleges, túra.
Onnan jöttünk különben, csak hogy világos legyen. Tehát, hogyha most valaki azt feltételezi, hogy na, akkor elhagyjuk a Vezubié kanyont, akkor nagyon nagyot téved, és ez az út, ez ilyen kígyószerűen fog fent kanyarogni a kanyon oldalába, úgyhogy én legalábbis azt gondolom, hogy lesz remek rálátás többször is a völgyre. Mutatom azt a szembelevő ipari utat, azon gyalogoltam be tegnap egy kilométert, optimális táborhely reményében. Nem volt csak sziklafal, meg szakadék. Ha már a táborhelyeknél vagyunk, István Pisti azért tegnap finoman, de többször forszírozta, hogy induljunk már itt felfelé. Hát majd figyeljük akkor, hogy milyen lehetőségek lettek volna. Jól látszik, hogy egyelőre gyakorlatilag semmi. Itt a kereszt között egy utolsó pillantás a felső Vezubié kanyon szikláira, és akkor a Pont de Saint-Jean madártávlatból. Egy dolog az, ami még egészen jól látszik már most, hogy keleti harántolású a völgy. Inkább talán úgy finomítanék, hogy észak-kelet dél-nyugati harántolású a völgy. És most, hogy egy pillanatra várunk, itt már ebben a másodpercben sikerült is bejönnöm az árnyékba. És ez azért lesz nagyon fasza, mert a hegymászáshoz nagy valószínűséggel nem lesz meleg. A Párkány út vonalvezetése fantasztikusnak néz ki. Ehhez kétség nem férhet. Az más kérdés, hogy hány helyen lesz majd fasza kilátás a völgyre. Az út természetesen nem csak a Párkányon kering, hanem jó pár ilyen érdekes oldalbefolyót is bemutat majd nekünk, remélhetőleg probléma nélkül. Az út tele van műemlékekkel. Itt elsősorban az infrastruktúrára kell gondolni, ugyanis a hidak, viaduktok és például jó pár építmény, igen, ennek az a magyarázata, hogy ez egy régi, középkori kereskedelmi út volt. 1433-ban építették. Ez ugyanis az Olaszország és Franciaország közötti sószállító útvonal része. Konkrétan a Nizzából származó tengeri sót itt vitték keresztül a hegyen Vinádióba. A kereskedelmi útvonal fénykorát a Szárd-Piemonti királyság idején élte. Akik látták a tegnapi filmet, azok természetesen joggal tették fel a kérdés, hogy hát hülyék ezek, hogy miért nem a kanyonon keresztül vitték a sót? Hát az mennyivel egyszerű. Igen ám, csak hogy a völgytalp, az francia kézen volt. És az olaszok nem igazán voltak jóba a franciákkal, ebben az időszakban meg aztán végképp nem. Pihentetőleg egy elközelítés az 1908-ban épült vasúti hídra, és Saint-Jean de la Rivière-ra. A területet úgy is hívják, hogy Franciaország vad sarka, és elképesztő a geodiverzitás. Ezt jól lehet látni. Itt megint színtiszta fehér triászmészköveket látunk. Hogyha már az előbb belementem a történelembe, egy kicsit Provence történetéről is beszéljünk, márdig ilyen fasza kilátás. Provence története értelmszerűen egészen a római időkig nyúlik vissza, amikor Augustus úgy döntött, hogy neki kell ez a terület. Át is jött, mégpedig pont azon a hágón, amin mi, a legelső napon, Maddalénán, be is csatolta a római birodalomba a területet, provincia néven. Aztán később persze több provincia is lett, de innen van az elnevezés, azaz Provence. Provence történt, aztán eléggé vérzivatorosan folytatódott, mindenféle vallásháborúk, grófok, kiskirályok uralma következett, óberkodtak itt a ligúrok, a panyolok, és még sorolhatnám. Közben egy pillanatra megakasztottam itt magam, mert keresik a vizet, ha már van néhány ház, de hát túl sok esély nincs rá, ez jól látszik. Eljöttünk most a Vezubié kanyontól, a Duránus oldalbefolyónájánál vagyunk. Duránus 1,4, mármint hogy a település. Itt egy műemlékhíd, és akkor értelemszerűen az út megint visszafordul, annak egyén is módja szerint, ahogy kell, abba az irányba. Visszatérve egy kicsit a történelmezéshez, azután következett egy viszonylag nyugodtabb időszak
egyfajta konszolidáció. Ez még nem volt másként a René király uralkodása. Olyasmi volt, mint nálunk Szent István. És a fő erényének azt tartják, hogy megbékélt az ős ellenséggel, az olaszokkal, mégpedig úgy, hogy elvette a nápolyi Giannit. Gianni nem tévesztendő össze az otthoni pizzás Giannival, mert ő férfi. Igaz, hogy a mai világban ez már nem kizárók. Utána természetesen megint vérzivatalos időszak következett egészen a francia forradalomig. Akkor a környék újra belekerült a forró levesbe, és hogy pontosan mi volt arról, majd egy kicsit később, ugyanis nem sokára ehhez kapcsolódó történelmi helyhez érünk, de egy másodpercre most megállok. A végre most faszául lelátni a kanyonba. Kicsit odébb pedáloztam, ugyanis megvan az út. Tessék csak figyelni. Ott megy az autó. Távolodok. Szépen följöttünk. Ugye itt alagutakban megy az út, és akkor ott még érdemes megnézni ott azt. Szerintem ott is látszik, hogy megy egy autó. Pisti! Szerintem mi ott fogunk menni? Az a mi útunk, a Párkány út. Nézd csak, és aztán ott egészen tovább arra. Tehát magyarul itt most lesz egy látványos lejtmenet. Legalábbis én ezt tippelem. Hú, brutálisan jól néz ki innen fentről. Itt már Pistit megkértem már, hogy kattintson már rólam egyet, ahogy így itt ülök a bringám, mert hogy ez ilyen faszául néz ki. Nem néz ki a nagyon faszául, ráadásul nem ülök valami nagyon stabilan, mert azért, tessék csak megnézni, mi szakadék van itt. Na jó. Fasz a hely, maradjunk ennyiben. Eszméletlen. Próbálom keresni a jelzőket, de sajnos nincs már ilyen szókincsem. Azon gondolkodtam, meg kellene már szavaztatni, hogy mik azok a szavak, amiket leggyakrabban használok. Kíváncsi lennék a tippekre. De már most mondom, hogy a tessék csak megnézni a tulajdonképpen, meg az eszméletlen, az nem játszik. Kilátópont. Itt a csík. Pisti, mit tippelsz akkor, mi ez? Hágó. Bizony. Följöttünk, most hirtelen nem tudom mennyire. Na innen megint van kilátás, mégpedig faszául. 500 méteren vagyunk ebben a pillanatban. A Duránci fölötti hágó, tehát Levens, valahol ott, az 5-20. Igen, ám, de nem számoltunk azzal, hogy le is kell menni. Tehát összességében a szint az valószínűleg több lesz. Említettem korábban lent, hogy ez sóútvonal volt. Igen ám, de nem lehetett csak úgy sót szállítani bárkinek, hanem szedték keményen a vámot. Útdíjat, mégpedig a só mennyiségének megfelelően. Na most az a helyzet, hogy nálam is van só, körülbelül 2 gram. Pisti, elég lesz a eurótartalékunk rá, ha esetleg lenne kiállnak gyűjteni a pénzt? Ebben kölcsönt veszünk fel. Ja. Forint alapú svájci frank hitelt. Aztán életünk végig törlesztjük. Na, amit kikövetkeztettünk most, hogy itt egy nagy oldalvölgyön, és az előbb helytelenül Duránus befolyót mondtam, ugyanis úgy tűnik, hogy a Duránus oldalvölgye, oldalbefolyója az ez. A falut pedig, amit itt látunk a sziklákra épülve, ez pedig nem más, mint Duránus. Duránus a szó maga, a szó jelentése alapján forrásra utal, ami azt jelenti, hogy akár lehet is. Pisti, itt a víz! Közben a hölgy már ki is jött, úgyhogy megkérdeztük, hogy potable. Sajnos az a baj, hogy igencsak meleg a víz, Pisti legalábbis azt mondja. Érdekes, hogy a potabilitére nem akarnak reagálni. A potablére. Ugye az első az olasz. Pedig azért valljuk be, hogy túl nagy különbség nincs a kettő között. Duránus ma leginkább üdülőfalu, de a francia történelemben sajnos megvan a helye. Mégpedig a fekete krónikákba, a South de Franchise miatt, ami hát talán magyarul úgy lehet fordítani, hogy francia ugrás, és hát maga a pont, én úgy tudom, már elmaradt. Szerintem, ahol az előbb voltunk, ott volt a South de Franchise, nem? Pisti. Érthetetlen, hogy ilyen fontos történelmi esemény helyszínét miért nem táblázzák ki. Esetre most megcsináljuk a Duránuszéket, és aztán utána, ha visszamegyünk a Vezubié fölé, akkor majd azért elmondom részletesen, hogy mi is ez, mi volt ez pontosabban. Néha napján azért egy-egy autó feltűnik, de szerencsére egyáltalán nincsen forgalom. Mivel a terület most már teljes egészében Franciaországhoz tartozik, ezért nincs értelme erre kerülni, se az olaszoknak, se a franciáknak. Ezekkel az oldalhurkokkal egy picit most már úgy megmagyarázza, hogy tulajdonképpen
Miért 18 km ez a Párkány út, mikor a Völgytáv csak 10? A másik út pedig a Vezubién szinte, majdnem, hogy egyenesen ment. Fú, de jól néz ki a falu, innen a másik oldalról. És a nagy hegyet is egész faszával látni a falu fölött, mindjárt mutatom itt István Pisti fölött, tessék csak felnézni. Úgy hívják, hogy Rocca Sierra. Az, hogy ilyen sok a olaszos hangzású név, azt gondolom nem kell magyaráznom. A terület nagyon sokáig, sőt, ha visszanézzük a történelmet, akkor inkább olasz kézebb volt, mint francia. A dolog pikantériája, hogy ezen a részen Franciaország és Olaszország között átkelő nincs. Tehát, hogyha valaki felmegy például a Vezubié völgyén, akkor ez a kereskedelmi útvonal is a lyukra fut, nullára fut, gyakorlatilag teljesen zsák utca, visszajön a Tiné völgyébe. Különben, ha meg már a Tinét emlegettük, akkor közlöm, hogy mi is nem sokára visszamegyünk a Tiné völgyébe. De egyelőre a Vezubié völgyébe akarunk visszamenni, a Duránus útat defogulát látjuk most, és szerintem itt ebben a másodpercben már érkezünk is vissza, újra a Párkány útra. Bizony, és nem is akár, hogy néz ki. Fantasztikus. Hú, nem is fér bele a kamerába. A francia ugrás, kilátó Pont-Saint de Française, az innen kb. Egy kilométer, ahol álltunk, ahol a korlát volt, ott volt egy hatalmas szakadék 300 méter sziklafalnak a tetején. A történelmi esemény pedig a következő. 1792-ben ez a terület ilyen senki földje volt. Se az olaszokhoz, se a franciákhoz nem tartozott. A forradalmi gárda viszont úgy döntött, már mint a francia, hogy ők ezt becsatolják Franciaország területére, és ide küldték a katonákat. A helyiek, a helyi kiskirályok viszont úgy döntöttek, hogy ellenállnak. Elkapták az összes kis katonát, és azon a ponton úgy döntöttek, hogy ugraniuk kell, mármint hogy a katonáknak. Természetesen, aki nem ugrott, azt lökték. Az a lényeg, hogy nem tudom, hogy darabra mennyi, de nagyon komoly mennyiségű francia katona ugrott azon a helyen, igaz, nem önszántából. Remélem, senki nem sértődik meg, ha én most nem fogok ugrani. Ellenberger, bemutatom, hogy hova ugrottak le a szerencsétlenek. Hát, ha nem is pont oda, de hát szóval a mélység az körülbelül ennyi volt. Meg lehet tippelni, hogy hányan élték túl. Valószínűleg senki. István Pistivel azt tippeljük, hogy hol lehetett ez a pont, mert különben onnan láttuk lefelé ezt az utat, tehát akkor innen fölfelé is kell látni, és mivel ott a falu, és ott gurultunk le a szikla fölött, én azt tippelem, hogy vagy ott, vagy pedig, tehát az útnyomvonal látszik, ahogy ott hasítva van a hegybe, látod? Uh-huh. És vagy pedig valahol ott lehetett, onnan volt az ugrás, értelmszerűen lefelé. Az ember ilyenkor szembesül azzal, hogy milyen szar világban élünk. Hogy az ember legnagyobb ellensége maga az ember. Ha csak visszatekintünk az utóbbi 2000 évbe, Európának csak ez a civilizáltabbnak tartott idézőjelben nyugati felében. Alig volt békeidő. Ha 20 év összejött egybe, akkor az már hatalmas korszaknak tekinthető. Mi most olyan szerencsés helyzetben vagyunk, hogy kisebb-nagyobb csetepatéktól eltekintve 70 év óta nem volt háború. És ezzel az a nagyon nagy probléma, hogy most már lassan a harmadik generáció nő fel úgy, hogy nem tudja, hogy mi az. És mikor fölpörögnek a nacionalista indulatok, gerjesztik a különböző országokban a nemzeti érzelmeket, nem tudják, hogy a tűzzel játszanak. Sajnos egy szikra is elég. Az embert ugyanis így teremtették. Indulatlény, az érzelmei és a kapzsisága az, ami igazán vezényli. Na jó, de itt van ez a gyönyörű táj, úgyhogy én azt javaslom, hajózunk inkább egy kicsikét békésebb vizekre. Úgyhogy gyorsan elmondom, hogy úgy volt, hogy jött volna velünk egy harmadik túratás is, Gyabba. Akkor nem értem, gondoltam, most már felhívom, hogy az utolsó szakasz, hogy hát, ha van kedve eljönni. Azt mondja, nem jó neki, a hétvége nagyon foglalt, ugyanis most falunapokon haknizik, Vastag Gyabba néven. Nem tudom, hányan vették észre, most éppen pihízünk, hogy itt egy egészen durva emelkedő volt. Szerintem az úton látszik is, úgyhogy Pisti javaslatot tett reggelizésre. Megszemlézzük, hát ha van valahol, vagy van fasz a kilátóhely.
Na, mert ugye kobrankónak akármilyen hely nem jó, tehát hogyha nincs egy kilátás a kanyonperemen, akkor inkább nem eszik. De úgy látom, ez most meg fog felelni. Na, akkor én erre a helyre gondoltam. Pisti nem itt kajál, úgy döntött, hogy ő nem akar egyszerre reggelizni, meg fosni is. Azt kell mondjam, hogy lehet, hogy igaza van, én viszont imádom az ilyen helyeket. Akkor mondom a reggelit, stílusosan halva, mert ugye a szerencsétlen francia katonák itt vannak meghalva, de ezt vegyük úgy, hogy nem is mondtam, mert ez egyáltalán nem humoros. Ezt még én is belátom. Azt tessenek figyelni. Jó helyre tették. Na, hányan irigykednek ezért most rám? Biotejet vettem. És még egy érdekesség, el lehet olvasni, inkább itt mutatom. Entier. Ugye ezt már kiderítettük, hogy ez azt jelenti, hogy teljes tej, tehát 3/5-ös. És most figyelje mindenki. 1 euró. Ez euróból átszámolva euróba is 1 euró. Érthetetlen, hogy ezt hogy tudják kihozni. Eddig mind ilyen 2, meg 2,5 eurókért vettük a normál mezei ilyen 1/5-ös akármilyen szarokat, és akkor ugyanebben az Intermarché-boltban meg 1 ercsi. Egyszer hihetetlen. Mi újságban, Pisti? És már jövök, már most nem kell figyelni a ajánlásra. Te is lógatsz? Lógatsz? Csak ennyire. Aha. Ez is valami már félesiket. Félember egyszerre csak egy dologra tud figyelni. Vagy lógatok, vagy esznek. Na, ez az. István Pisti most éppen az fejtegeti, hogy a boltokban, most megnéztük, csak szinte ők járnak vásárolni, és hogy mi lehet ennek az oka, nem jöttünk rá. Hát, egyrészt itt a nők nem nagyon dolgoznak vidéken, szinte ez egészen biztos. Városban nyilván más a helyzet, mert ott meg vannak emancipálódva. Muszáj vagyok biztonságban helyezni a flakont, mert repülni akar, vízi a szél. István Pisti megint kötekszik, belekötött, hogy mi az, hogy meg van emancipálva. Beszéljünk már arról, hogy emancipált, ugye van ez. Ez egy ige, egy múlt idejű ige. De hát akkor az, annak elvileg kellene lenni több idejének is. Azaz, ha emancipált, akkor valamikor például emancipálódik, nem? Hogy emancipálódni fog, nem? Hogy előtte mi volt, mielőtt még emancipálódott? Először csak nem volt emancipált, aztán egyszer csak emancipált lett. Nem tudom, hogy van ez. Na, mert ugye az alapszituáció az, hogy a nők azok egyenragúak akartak lenni a férfiakkal. Érdekes módon bányász, meg olvasztár, az egy se akar lenni. Az esztergapad mellé se vágyik, egyik se. Nem értem miért. Csak mint vállalati vezető, valahogy az a sík. Pisti, lassan akkor indulhatunk. Azt mondja, hogy ha lassan indul, akkor feldől. Erre mondom neki, hogy hát akkor induljál gyorsan. Azt mondja, úgy meg nem tud, mert ahhoz meg meredek. Nem tudom, hányan tudják, hogy manapság divat ábrákat tekerni. Tehát kerékpárosok ábrákat tekernek, tehát előre GPS-en letervezik az útvonalat, és az valamilyen ábra legyen, hogy mit tudom én, most tekerek egy rózsát, vagy valamit, hogy ahhoz hasonlítson. Na hát én is megterveztem. A miénk, tesek, majd visszanézni, egy lófejhez hasonlít. De hát ez nekem nem probléma. Nekem olyan lófejem volt gyerekkoromban, hogy örültem, ha nem nyergeltek fel. Különben, ha már ilyen faszául látszik a völgy, akkor beszéljünk inkább arról, hogy mi az, ami a völgy fölött látszik, és a hegyek fölött, tessék csak körbefigyelni, az eget. Túránk 9. napja, és egy felhő nincs az égen. A páratartalom is egészen megfelelő. Gyönyörű idő van. Fantasztikus. Rendelni se rendelhettünk volna ettől jobban. Na, jön a motoros banda. Egész kultúráltan viselkedtek, még egy szót se szólhatok, nem jöttek át a sávomba. Pedig nem széles az út. Ezzel kapcsolatban akkor gyorsan megosztanék egy információt. Kaptam privát levelet motorostól. Következőképpen kezdi, ne baszogassa már állandóan a motorosokat, mert azok nem a táj szépsége miatt járnak motorozni, hanem azért, mert ezt élvezik. Az Alpokban sem a hegyek érdeklik őket, hanem ott vannak fasza,
szerpentin utak. A kanyarok, meg a sportolás élménye, stb. Most az egészben az az érdekes, hogy valójában pont abban erősített meg, amit eddig is gondoltam, megmondtam, hogy valójában szarnak az egészre, tehát csak azért járnak ki, hogy túráztassák magukat. Persze még egyszer mondom, tisztelt a kivételnek, ezt mindig hozzá kell tennem. De akkor kérdem én, hogy akkor miért nem azt csinálják, mint a rallisok? Vagy a Forma 1-esek, hogy lezárottak maguknak itt pályát, azt mondták, hogy nyugodtan keringhettek, mit nem számít a táj, csak az útvonal vezetése, meg a sebesség. Nem igaz? Háj! Hát igen, ők is iszúrták a jó helyet a kajáláshoz. Fú, eszméletlen, micsoda látványos ez a Párkányút, ezt nem gondoltam volna. Visszatérve az előző témához, végülis aztán a levélírója visszavett egy picit, a stílusból is, meg a mondani valóból is, és utána a végén kifejtette, hogy tulajdonképpen ő nagy rajongó, és hogy mennyire élvezi az én videóimat, és csak így tovább. Én is kimértem válaszoltam, de azért itt most mondom el azt, hogy nem várok kioktatást, hogy hogyan készítsem a filmjeimet, és hogy mit mondjak benne. Főleg motoros berkekből nem, maximum csak akkor, ha végigcsinálják ugyanazt kerékpáros előtte, amit utána motorral. Mondok gyorsan szintadatot, 4.37, szépen azért emelkedünk. Ha a bokrok néha engednek kilátást, gyönyörködhetünk a szemközti oldalon található ódon városkákkal, épületekkel. Eszméletlen, hogy hova pakolták fel ezeket a házakat. Levens 2.7, ugye a hágó. Még két mondat Provence történetéről, mielőtt felérnénk. A francia forradalom után jött Napóleon, aztán újra az olaszokkal kezdtek küzdeni. Első világháború, második világháború, ugye ebben már most részletesen nem megyek bele. Talán a második világháború idejéből azt érdemes kiemelni, hogy ez a terület ez nem volt német megszállás alatt, mert a visi kormány felhatósága alá került. Ugye ez a német báb kormány, hogyha valaki nem tudná, de aztán végül úgy tudom, hogy mégiscsak bejöttek a németek, viszont az olaszokat visszaparancsolták. Úgyhogy Mussolini nagyra vágyó tervei, mármint hogy Provence, Olaszország provinciál lesz már megint, az így csődbe ment. René királya visszatérve még egy érdekesség, hogy miután meghalt, akkor a hívei úgy döntöttek, hogy kiműtik az agyát, mert hogy így akarták átmenteni az utókornak. Erre én meg azt kérdezem, hogy és vajon a testével mi lett? Különben meg szerintem az egyáltalán nem nagy probléma, mert agy nélkül is lehet élni. Tessék csak megnézni az éjjel-nappal Budapest bármelyik részét. Érdemes még egy picit beszélni a kanyon két oldalán húzódó hegygerincről. A szembelevő oldalt már tegnap úgy Srévizavi említettem, azt úgy hívják, hogy Utelle. Akik vallásosak egy picit, vagy jártasak legalábbis ebben, azoknak az Utelle név már ismerősen hangozhat. Ugyanis itt van a szembelő oldalon Európa egyik leghíresebb szalántóhelye. 9. században épült Madonna de Utelle. Ez egy kegytemplom, 1124 méter magasan van, és Saint-Jean de la Rivière-ből kell felmenni. Ha már ilyen jól befordultunk ebbe az irányba, akkor mondom, hogy ez az oldal pedig a Rocca Sierra letörése, magát a hegycsúcsot már mutattam. Itt újra megint egy érdekesség, itt a hegyoldalban fent, Duranus fölött van egy romfalu, úgy hívják, hogy Rocca Spalviera. A kis falucska egy 1923-ban történt földcsúszamlásnak a nyomait viseli, mármint hogy romban döntötte teljesen, és azóta se építették újjá. Tehát, ha valakit érdekel ilyen különlegesség, ínyenség mondjuk úgy, az akkor támadja be a mögöttem található hegyet. Természetesen turisták kedvenc célpontja. Közben érünk fel a hegytetőre, és most, hogy befordultunk délnek, megindult a levegőáramlás. Na nem azért, mert Pisti babot evett, és most aktívan kipufog, hanem azért, mert délfelől intenzíven fúj a szél. Azt nézem, hogy itt ilyen motoros crosspálya van kialakítva. Tehát ilyen fizetős motoros crosspálya, tehát itt azért úgy gondolják, hogy a természetben nem óberkornak, hanem lezárt területen erre szakosodott szolgáltatást vesznek igénybe. Hát mondjuk ez a helyes.
taposztja a Natura 2000-es területeket. Hát igen, ez már Nizza vonzás körzete. Minden beépülve, ami nincs, ott elbontják a hegyet. Egy picit visszautalok most az eredeti tervemhez, hogy Nizza felől jöttük volna fel ide Levencbe, és az volt a terv, hogy itt valahol néztünk volna táborhelyet. És valahogy az volt a sejtésem, hogy itt esély se lesz rá. És hát most ebben a másodpercben be is igazolódott. Levenc szentét kiadjuk, viszont mutatom a 11. században épült Felleg templomnak a maradványait. Egész jól megmaradt, Grimaldék építették. Különben van itt egy Grimaldi vár is valahol, de úgy tudom, az már csak romos állapotban. Közben csatolom fel a fisakamerát, mert most jön egy látványos gurulás, ott, ahol egyébként eredetileg felfelé akartunk jönni. Elmondom, hogy Levenc a név, ahol most vagyunk, falakon kívül jelent, és a nevét pedig onnan kapta, hogy azokat, akiket valamilyen sérelem miatt kirekesztettek a nizzai apátságból, azok a szerzetesek alapították a várost. Tehát most falakon kívül vagyunk, de falakon belülre nem megyünk, ugyanis Nizzában már nem megyünk vissza. Gurulunk le San Martin du Várba. Egy másodpercre újra látjuk a Fellegváros fent a hegytetőn. Volt egy olyan tervem is, hogy kitekerünk a Centreville-be, vagyis a felső régióba. Ezekkel nem leszek kibékülve. Ezekkel a dobbantókkal, sajnos máshol is van. Csak valahogy úgy voltam vele, hogy láttunk már eleget kilátást, főleg a Vezúvi hegyek felé. Inkább megpróbálok ezen az oldalon valamit felvenni. Mert ugye a magasság a vár szintje felé ebből az oldalból is megvan. De úgy tűnik, hogy jóval gyengébb. Természetesen nézzük a százalékot is, már csak azért, hogy ugye ez fordított kör lett volna eredetileg. A mellettünk található Ferion hegyláncot tegnap már emlegettem. 1400 méter magas hegygerinc, ami azért nem rossz, itt rögtön közvetlenül a part mellett. A legmagasabb csúcs a Mont Ferion, ami ott van. És a gerinc nyakán van egy hág, úgy hívják, hogy Dragon átjáró, azaz sárkány nyak. És azon át lehet jutni a Pajon völgybe, ami Nizza felé, a Nizza folyója tulajdonképpen. Sőt, bringások azt is megtehetik, hogy csinálnak egy kört abba az irányba, ugyanis ebben az esetben el lehet érni a Turini Serpentint is, ami a Pajon völgyből megy föl, és hát Európa egyik leglátványosabb szerpentinje. A Turini Serpentinről annyit, hogy mivel hát én is hallottam, hogy ez így van, ezért egy kicsikét utána néztem. Hát megmondom, hogy nem faszom. Még pedig megmondom, hogy miért nem, mert tényleg olyan, mint a Stelvio, tehát egymás pakanyarognak az utak, tehát az még oké. De nálam nem csak a vonalvezetés számít. Nálam nagyon fontos az, hogy látványos is legyen. Nem látszik semmi, mégpedig a benőtt cserjéktől. Még az alatta levő útvonal sem. Hello! Egyébként ezt úgy derítettem ki, hogy megnéztem, hogy egy olasz egy Lamborghinivel végigvágtázott rajta, őrült sebességgel. Mondjuk az is igaz, hogy lent ült, de semmi kilátás nem volt, úgyhogy kihagytuk. Az előbb ki volt írva San Martin, 6 kilométer. Nagyjából 350 méter szintünk van addig. Úgyhogy elviekben rossznak nem kell lenni a gurulásnak. Hasonló elvárásaim voltak tegnap is, mikor a szembelevő oldalról gurultunk le. És be kell valljam, hogy az sokkal gyengébb volt. Itt viszont legalább úgy tűnik, hogy van szerpentin. Az ilyeneket meg a kerékpárosok nagyon csípik. Nem csak felfelé, hanem lefelé is. Oh,
újra lent a Várvölgyében. Akik látták a tegnapi részt, azoknak ez már ismerős lehet. Innentől tulajdonképpen megkezdjük a hazautat, az irányunk a mai nap már csak észak. A Várvölgyi szakasz körülbelül 10 km lesz, ebből 7 km kanyon. A maradékkal meg tulajdonképpen már végeztünk is. Miközben Bronzon városa egyfajta déli őrbástyaként ott díszelek a hegy tetején, közlöm, hogy gurulunk be a Vár legalsó kanyonjába, a Défilé du Chandronba. Újra itt vagyunk a Vesuvié torkolatba, a Pont Duranénál, de gyakorlatilag most zártuk be azt a kis kört, amit tegnap emlegettem, akkor mentünk arra, be a kanyonba, most pedig megyünk észak irányba, a Várszurdokba. A Várkanyon 7 km lesz, ezt már említettem. Az igazi probléma vele inkább az, hogy ez a nizzai főút, és más nincs. Szerencsére egyelőre a várakozásokat alulmúlja a forgalom, ami valószínűleg a vasárnapnak köszönhető. Illetve még egy érdekes dolgot talán hátrébb látni, hogy van egy lenti út is, de az meg nem autópálya. De viszont ez se az, mert oda-vissza forgalom van. Innentől viszont akkor talán, hogy akkor ez mi ez? Mindegy. Mi most már ezen vagyunk, elég nehézkes lenne átmenni a másikra. Le Chandon, amiről a kanyon nevét kapta, a szorosban található egyetlen település most kezdődik. Furcsa módon fel kellett mászni. Nyilván akik követték a filmem tematikáját eddig, azok már választ kaphattak rá, hogy ez miért volt. Azért, mert ezt a települést is fel kellett hozni a Várvölgyből, mert az árvíz mindig elöntött. Ami baloldalon talán jól látszik, és most még olyan a szituáció, hogy a hegyek teljesen beleférnek, az az, hogy a csúcsmagasságok a völgytalphoz képest egyre csak nőnek. És most egy rendkívül nagy titkot árulok ám el. Ez a kanyon sokkal mélyebb áll, mint a másik. Sőt, olyannyira az, hogy Európa egyik csúcstartója, ugyanis itt majdnem 1000 méter magas sziklák is vannak. Igen, igen, akiknek erre most a piva meg a tara ugrott be, akkor jól tippelnek. Ezek már komoly versenytársak itt. Jól látszik, hogy fantasztikus különben az útvonal vezetése. Még egyszer mondom, az alsó úton nagyon kevés autót látok, és azok is leginkább visszafelé jönnek. Tehát egyelőre nincs magyarázat, hogy az mi lehet, mindegy. Ha lesz valami átkötés, majd variálunk. Jönnek az alagutak. Sajnos nem vagyunk kivilágítva, jó lett volna bekapcsolni a világot, mert ezekben a vaksi alagutakban belevágtáznak az autó hirtelen a fénybe, akkor bizony kaphatunk hátulról egy löketet. Annak meg van egy olyan gyanú, hogy Monique Courvier kővől nem sokan örülnek, de persze sose lehet tudni, én mások nevében nem akarok nyilatkozni. A térképen különben látszik az osztott pálya, de nem igazán tudtam mire vélni, hogy ez hogy van. És tulajdonképpen most is magyarázat. A tempón különben meglepően jó, 20 és 25 között megyünk, folyóvölgyön fölfelé. Úgy tűnik, hogy jön egy szűk rész, itt egy kicsit variálgattak közlekedés szempontból is. Itt lenne elvileg átkötés, de hát mindenhol tilos tábla van, tehát erről az útról oda átmenni lehetetlen. Ráadásul itt most játszik a Várvölgyi vasút is, tehát hogy aztól vezetik, az majd még külön érdekes lesz. Gare de la Tine, nem sokára jön a Tine torkolat, szerintem itt a Surdok után. Fel is tűnik, ami nekünk kell, aztán nem más, hogy a Saint-Souvier de Tine, és már Izolát is kiírták. Alakul a Tine alagút. Van hangulata, valamikor ez úgy tudom, hogy vasúti alagút volt. A nizzai villamos itt is közlekedett. Tessék, figyelni. Hihetetlen, az a gletszer vált a fal. Fantasztikus. Miközben gyönyörködöm a szikvalkvalkba, muszáj elmondanom azt a technikai információt, szervizinformációt, hogy a szél szemből fúj, és egyre intenzívebben. Nagyon hangulatos az út, erre számítottam. Itt a kajáló hely, picikét lepusztulva. Gyakorlatilag semmi.
van némi magyarázat. A másik út az egy alagúton keresztül gyakorlatilag átmegy a hegyen, mi pedig úgy tűnik, hogy megyünk a szurdokba, ez pedig természetesen a régi vasúti alagút lehet. A várnak, mármint a folyónak van még ezen kívül két kanyonja. Tulajdonképpen már mindkettőben voltunk. Az idei túrán a legfelsőben a Dalész szurdokot néztük meg. Na, ennek most nem fognak örülni az autósok, itt állnak be mögém szélárnyékban, nem tudjuk, hogy milyen hosszú a lezárás. Ja, hogy peregnek a kövek? Aha! Na, ez így már sok mindent megmagyaráz. Annyi változás van most itt, picit hátra tekintek, hogy a mi sávunk is dupla lett. Most már legalább nem zavar annyi a forgalom. Ide viszont jó lett volna, Pisti, egy lámpa, nem? Na mindegy, húzódjuk le szélre, aztán hátra nem löknek segbe. Mondjuk az autósok sem nagyon erőltetik, hogy bekapcsolják a lámpát. Hú! Eszméletlen ez a hely. Csak ennyi. Az út, a vasút, meg a másik oldali út, illetve a folyó, önpélyeg ott a bal oldalon, hát az út se fért el, tehát látszik, hogy ezt úgy kellett faricsálni. Másik oldali hegyek brutálisan nagyok. Egészen végig, tessék figyelni hátrafelé is. Ez a hideg seri-seri lédi, ez valami isteni jó. Éjszaka olyan faszával áthűlt. Múltkor olvastam egy ilyen motoros túrabeszámolóba, egy hölgy írta, ezt csak úgy mellékesen jegyzem meg, hogy mi nem szoktunk sietni, mi naponta csak maximum 5-600 kilométert teszünk meg azért, most figyelj mindenki, hogy lássunk. 5-600 kilométer, hát az majdnem egy ország egy nap alatt. Ezzel az erővel, repülővel is mehetnél, akkor is látnál ennyit. Megmondom őszintén, hogy kéne egyet tojnom. Mert reggel az valahogy kimaradt. De hát itt sok esély rá. A Star Trekben láttam, hogy lehet teleportálással is szarni. Otthon ki is próbáltam. Hát utána mosni kellett. Szóval innen üzenem kölkapitánynak, hogy még nincs teljesen kiforva a technika. A gyakorlatban még nincsen 100%-ig kipróbálva. Egy kicsit még fejleszteni kell. A szelek össze-vissza keringenek, leginkább szemből. De nagyon durván. A kanyon itt csinál egy, hát itt most nagyon jól látszik, hegyoldalakat, egy ilyen többszörös S-kanyar. Mert most itt lesz majd egy balra, aztán utána egy jobbra, meg majd újra egy balra. És a sziklák pedig szerintem legalább 600 méteresek. Ami még egyszer mondom, elég nagy szó. Bocsán. Ide szabályosan vágtázik a Ferkó. A Rivieren hány ilyet láttam a tilosban vészvillogóval ott parkolni? Azért nem elképesztő, hogy 100 milliós autó. És ilyen hamar elromlik. Hallotta mindenki, hogy bőgtek a hegyek, ahogy itt vágtázott a Ferrariával. Csak egyszer indítson el egy kőomlást, hogy jöjjön a nyakába. Többet biztos nem fog bőgetni. És megígy ezt az előző szikláról, hogy ez most kurva magas. Hát ez az. Hú, ez az. Nem az őszintén, hogy ezt azért erre nem kalkuláltam, de hát úgy voltam vele, ezen most még megyünk, fölutott jó napot. Valami ezt véletlen, milyen jó. Ennek a várfolyónak a völgyén végigjönni, csak úgy a forrástól egészen Nizzáig. Hát az már külön egy élmény, és nem csak kerékpárral szerintem, hanem bármilyen más eszközzel. Itt csinál egy teljesen derékszöget a folyó, nem is derékszög, ez inkább ilyen ékalak, nem Pisti? Teljesen, hogy érdemes megnézni, hogy fordul vissza. Itt már éreztő a folyónak azért. Azért, ha lenne valami fasz a homokpad, én bizony bevállalnám, de úgy Isten igazából. Közben itt most jól látszik, tehát érdemes visszafelé is visszanézni, meg arrafelé is. Na hát itt jövünk. Hú! De egyébként a tetején azok a gerincutak sem lehetnek rosszak. Ez brutálisan szép. Ez nagyon szép. El voltunk szállva Vezúviétól tegnap. Hát ez méreteiben a duplája háromszorosa. Nyilván aki Nizzába megy, jön onnan, az ezt látja, mert kikerülhetetlen. De azért az is más az ember ingába végigjönni, mikor az ember
a környezetre is tud koncentrálni, nem csak az útra. Szerintem a kanyonnak itt vége lesz nem sokára. Ugyanis már jelezték Saint Sauveur felé a leágazást. Bizony, itt van. Tehát a vár itt kanyarodik, igen, nekünk jobbra, azaz, ez a miénk. Nos, hát letértünk a vár völgyéről, íme. Pisti után kiabálok, de úgy tűnik, hogy nem hallja szerintem a szél miatt. Azért valami lejárat lenne, én belevennék a vízbe. Akkor egy kis pillanatnyi fotózás még, mielőtt végképp elhagyjuk a régiót. A vár folyó a Tinével megduzzasztva, és onnan jöttünk, abból a lyukból. Micsoda kis keskeny szurdok volt, és utána csinált egy ilyet, majd egy ilyet, majd egy ilyet, majd egy ilyet. Tehát volt vagy 4 darab eskanyar. István Pistivel váltjuk egymást, ő megy át a másik oldalra, én pedig akkor megmutatom, hogy ugye itt a vár, és akkor ott jön be a Tiné, most nagyon gyötrelmesen jön, de azért az jó, hogyha mindenki tudja, hogy az is egy nagyon intenzív folyó tud lenni, árvizek, stb. Abban az irányban van értelemszerűen a vár felső folyása, és az is jól látszik, hogy az ív, tehát onnantól folyt nyugatról keletre, és itt pedig az eskanyarok után pedig már teljes egészében délre megy. Mutatok még egy dolgot, tessék csak figyelni ezt a hidat. Úgy hívják, hogy Meszkla híd, ezt a nizzai villamosvasutat TAM részére építették 1909-ben, és 1935-ben, mikor beszüntették a járatot, azóta ez már csak így mementóként itt van. Egy ideig turistaitnak használták, most úgy tudom, hogy már nem vezet sehova. Eljött a pillanattér képnézegetésre. Csak azért, mert nagyjából mérjük, hogy most már ugye megvan fixa, hogy meddig kell eljutni. Tehát ebben a pillanatban itt vagyunk. Itt látszott ez a szurdok rész, ugye két oldalt, a vár két oldalán ment az út, és mi ezen a részen mentünk. A jobb oldali út az furcsa módon átment itt egy átfúrt alagúton a hegyen, minket viszont végigvittek a szurdokon, ez volt a jó választás. Itt vagyunk a Meszkla szorosba a torkolatnál, jövünk fölfelé, Tinén, és akkor egyszer van itt Saint Sauveur, Izola. Idáig kell eljutni, esetleg lehet, hogy egy picivel majd tovább. Tehát akkor van egyszer egy 21 kilométerünk, egy 4-ünk, meg egy 13-unk. Tehát akkor az 37 lesz, igaz, Pisti? 38, akkor ennyit kinyögünk ma. Persze. Ja igen, meg ugye még tegyük hozzá, hogy 670 méterünk is lesz még hozzá szintbe, és akkor most nézzük azt, hogy most hol járunk. Tehát jelen pillanatban 36, és akkor még nézzünk hozzá egy szintet is, egy 478-at. Hát, ma se unatkozunk, az egyszer biztos. Hogyha valaki megunta a kanyonokat, akkor az már most ebben a másodpercben kapcsolja ki, ugyanis a kanyonjáratnak nincs vége, most csak kanyont váltunk. És következik a Tiné kanyon, és már látjuk is, hogy lubickolás. Az a probléma, hogy nem neki kéne ott lubickolni, hanem nekem. Az is talán, hogy hogy mentek oda le. Tegyük hozzá, hogy van itt ám kerékpár. Egyszerű közlekedni. Hú, az van, mekkora szél van. Érthetetlen ez a brutális északi szél. Egész nap észak felé fogunk menni, tehát érdekes lesz. Viszont az továbbra is vigasztal minket, hogy a kanyonok azért össze-vissza kavartatják a szelet. Itt mellettünk jól látszik szembe a rámpa, a TAM-nak a nyomvonala. Jelen pillanatban már igazándiból nem olyan használják semmire, még bicikli útnak is rossz, de a 10-es években a faragások, és illetve az erősítések még most is egész remekül látszanak. Úgy látom, hogy a nyomvonalat, illetve a vasúti pályát már felszedték. Igen. Ezzel kapcsolatban rögtön egy érdekesség, francia érdekesség, ami talán eltér a többi országoktól itt az Alpokban. Ezt pedig a franciák most nemrég találták ki, úgy hívják, hogy Velo Rail. Velo Rail, tehát így van leírva. Két szót összeteszi az ember, akkor kerékpározás és vasút, ugye értelmszerűen. Na most mit akar ez? Az a lényege, hogy a franciák ellentétben az olaszokkal, németekkel, svájciakkal a régi vasút nyomvonalain a vasúti simpályákat nem szedték fel egy csomó helyen, és most azt találták ki, 2004-től van ez a
szolgáltatás, hogy ezeken lehet kerékpározni ilyen spéci kerékpárokkal, ilyen sin kerékpárokkal. Én sinautót, sinibuszt, hasonlót, ezt én a kántorban láttam. Varszava meg ilyesmi, úgy megvolt. Ugyanúgy nézett ki, mint az autó, csak vasúti kereke volt. A brigázás is volt, így tudom elképzelni, hogy gondolom valamilyen kézihajtányt átalakítottak ilyen tekerőlantá, és akkor hát azon tekernek. Mondjuk én ilyen kekerkedős, kötekedős vagyok, tehát például mi van akkor, hogyha összetalálkozik két ilyen társaság, akkor az egyik az lepakolja a sínről a bringát, vagy mi van, vagy esetleg a hátra menetbe kapcsolnak és visszatekernek a következő állomásig? Eléggé agyament ötletnek tartom az egészet. Hát nem tudom, mennyire van kihasználva. Le Courbaz, sokkal érdekesebb, hogy alatta van a Tournefort név. Tournefort hivatalosan a torkolatba épült falu, és azért érdekes, mert itt a torkolatban semmilyen falu nem volt, biztos lehetett látni. Igen, mert 1887-ben volt egy olyan árvíz, hogy az egész falut elsöpörte a föld színéről, és úgy döntöttek, hogy akkor áttelepítik, nem is akárhova, a hegy tetejére, 600 méter magasra. Most ott van fent. Már Pisti megijeszte, hogy hát végül is logikus, mert máshol nem volt egy, a függőleges sziklák vannak. A szokásos, hangulatos település. Eszméletlen meleg van. Mi, Pisti? Nem jöttünk 200 méter, de nyomósokunk van rá, hogy megálljunk. Milyen fasza? Csak ivóvíz. Langyoskodik. Most azt történik, hogy vizes póló verseny lett leiktatva, de ha nem, ha más nem, legalábbis vizes sapka verseny. Hát tessenek figyelni. Úgy látszik a példa ragadós István Pisti, különben még ezt a technikát nem próbálta. Kíváncsi vagyok rá, érez-e az ízére. Egyébként csak mondom, hogy a 9 nap óta most van a legmelegebb. Olyan 34 fok lehet körülbelül, és brutális szél. Forró szél. Azt mondja István Pisti, ez már túlzás. Mármint, hogy a hőség. Én meg azt mondom, hogy nem. Az Alpokban ilyen idő kell, ilyen idő legyen. Mert a 40 fok ellen tudok védekezni. Nagyon sok féle fajta technikával. De az eső ellen nem. És ami a legfontosabb, hogy fizikailag még lehet, hogy benne az eső elleni védekezés, de a hangulatomat sehogy nem tudom feljavítani. Engem olyan mértékben lehangol az eső, hogy onnantól gyakorlatilag engem semmi nem érdekel már, csak az, hogy minél hamarabb hazajutni. Erre jó példa volt a tavalyi év. Ha időtartamban nézzük, akkor a felét sem csináltuk meg, mint ahol most tartunk. Persze, ha időjárás szempontból akarjuk összehasonlítani mondjuk a tengeri alpokat a svájci vagy osztrák alpokkal, akkor nem úgy nem lehet, mert nem is ugyanaz az évszak, sőt, inkább azt mondanám, hogy nem is ugyanaz az a kontinens szinte. Éghajlat szempontból természetesen, de hát félreértés ne essék, erről beszélek. A Tinéi kanyon látszik, hogy nagyrészt konglomerátumokból álló ilyen összeagyagozott mészkő. Félig meddig metamorf már, ami az üledékes kőzetek fajtáját illeti. És tart is egy rekordot. Itt van ugyanis a világon a leggyorsabban erodálódó kőzet. És hogyha valaki ezek után azt mondja, hogy ez a sziklafal mondjuk itt az orrunk előtt fog majd bezugni a patakba, akkor az nagyon-nagyon téved, de nyilván geológiai léptékben kell mérni. Persze akik itt laktak, azok biztos, hogy láttak ilyet jó párszor. A legutolsó brutális árvíz például 1970-ben volt, amikor azon kívül, hogy följött ez a víz ott, egész itt elmosta az utat, azért gondoljuk bele, hogy akkor az mekkora volt, ezen kívül még a fent található Szent Etienne-t is úgy, ahogy van, elmosta. Akkor egy rövid helyzetjelentés, a Mescla szurdokban vagyunk, a Tiné alsó szurdoka, ezen kívül lesz majd még egy a Vazablé, az már ismerős lehet, akik látták a 2014-es filmünket, azon ugyanis végigjöttünk, északról dél felé, és most ugyanezt csináljuk majd meg, csak most délről észak felé. A terület a provenci sziklakert része, ez egy ilyen kanyonvédelmi program, úgy tudom, hát hogy mit védenek pontosan, azt nem tudom, hát gondolom a geológiai értékeket.
Nem tudom, hogy miről van itt szó, hát gondolom nem arról, hogy valaki idejön és köveket gyűjt, hanem például ipari tevékenység, stb. Tilos. A forgalommal teljes egészében meg vagyunk elégedve, mondtam már, most is mondom. Ahhoz képest érdekes ez nagyon, mert a Ziné völgy az, mint észak-nyugati átjáró, nagyon fontos közlekedés útvonal volt régen is, és hát most meg még inkább, amióta Franciaország első számú turista célpont lett. És hogyha már itt tartunk, akkor tippelje meg mindenki, hogy Franciaországban hány millió turista van évente, fordul meg, inkább így kérdezem. Most hát, hogyha nincs jelentkező, akkor elárulom. 85 millió. Magyarország lakosságának 8,5-szerese. Aki jön és költi a pénzt. Hát ebből azért vonjunk le kettőt, Kobrankót és István Pistit, rajtunk nem fognak meggazdagodni, az biztos. Most például szemből fúj a szél, tűzforró, de ugyanakkor én mégis jegesnek érzem, mert ez a vizespóró versenyes találmány, ez akkor eszméletlen, hogy milyen jó. Ilyenkor meg aztán végképp. Saint-Sever Surtini, 20. Utána egy ilyen már 48, oda nem megyünk, eszméletlenül jól állunk. Akár még az se kizárt, hogy be lehetne kezdeni a hágómászásba. De hát ugye ez a holnapi nap része. És éppen azt mérlegeltem, hogy mennyire jól állunk időben, hogy azért lehet, hogy érdemes lenne elgondolkodni a mai hágómászás belekezdésén. Mi a véleménye? Meg lehet kezdeni. Persze azért azt azonnal el kell mondanom, jó, hogyha mindenki tudja, hogy az esti hágómászás az mindig rizikós ám, mert ugye, ha ránk sötétedik, akkor mi van? Befejezzük. Hát na igen. Hát ugye tavaly is távoloztunk 2000 méterre, nem mindig kellemes ám. Előttünk szemben az a brutális méretű kopasz hegytyúcs, az a Pente de Quatre Cantons, azaz a négy kanton hegye. 1774-jel, ugye hasonló nevűt már hallottunk a négy kanton tavaly. Na az ugye, Svájcban van. Nem lehet kitalálni, hogy a hegyek, ahogy haladunk észak felé, egyre jobban nőnek, és egészen brutális méreteket öltenek majd. Tudjuk, hogy a Tinea Bonnet tövébe ered, 2600 méter magasan. A 2600 méteren található forrásától aztán a Tiné déli irányba elkezdi hosszú zarándok útját, egészen a Meslasurdok aljáig, ahol belefolyik a várba. Ezt ugye már megmutattam. Közben mérjük fel a folyadékadagot. Pistis nagyjából összeszedte, hogy milyen van sok, mert kb. Nekem 2 literem van, illetve van itt ez a meleg víz. Egyetlen egy dologban reménykedhetünk, hogy lesznek csurgók, hideg csurgók, most, hogy jövünk vissza a hegyekbe. Boltok ugyanis természetesen vasárnap lévén nincsenek. A Tiné völgy most egy picikét kinyílt, most itt vagyunk Roussillonba. Nem néz kitalálni, hogy ezekre a pontokra lehet csak települést tenni. A településektől természetesen azért senki ne ragasztassa el magát. Tulajdonképpen csak néhány tradicionális ház, ott jó napod. Vagy hogyha már stílusos akarok lenni, Franciaországban vagyunk végül is, ott bonjour. Persze Provence-ban kanyonok nélkül nem úszuk meg. Tiné-Mescla kanyon megvolt, ott látszik a következő. Remélem számolja valaki. A táj brutalitása, monumentalitása továbbra sem változik. Mondhatjuk úgy, hogy egy perc üres járat sincs. Pont de Clans, stratégiai hely, klán falu, klán falvak inkább talán úgy mondanám. És kettő van belőle, a kisebbik itt van lent a Tiné völgyön, a másik pedig, itt jobbra fel kell menni majd, a Waldebrun völgybe. És a jelentősége természetesen abban volt, hogy ez is volt határváros a Provence és az olaszok között, mégpedig azokban az időkben, amikor az olaszok a legnagyobb területet vitorolták, és legészakabbra tudtak feljönni, ez volt az a pont. Akkor itt a Ponte, magyarul a híd, a Ponte Clans, ott van természetesen a műemlékváltozat is, amit már nem használnak csak parkolásra. A másik oldalon pedig a tramvájnak a hídja. Látszik a forma szerkezetén, vasúti híd volt valamikor.
szemfülesek már láthatták egy másodpercre bevillani a bonnet tábláját, hogy ebbe az irányba van. De még mielőtt valaki elbízne magát, a bonnet igencsak odébb van. És akkor itt lehet felmenni Klán település felső régiójába. Maga a szó, hogy klán, az is érdekes, ugye azt jelenti, amit nálunk is, hogy klán, klánok, kiskirályok, grófok, bárók. Pár ilyen helyi kiskirályról már értekeztem. Egyet most kiemelnék a változatosság kedvéért, a Grasszék. A Grasszék a tengerparti részeknek, illetve azokon belül talán egy kicsikét a belsőbb régióknak voltak a birtokosai. Ez egy grófi család volt, és még egy várost is elneveztek róluk, ott volt a székhelyük, Grasse. Grasse a turista látványosság, akik a Rivierára jönnek nyaralni, senki nem hagyja ki. A parfüm fővárosa, az illatok mekkája, ahogy szokták mondani. És úgy nem mellékesen, mi se voltunk túl távol tőle, mikor a Lupszurdokban voltunk, akkor egészen közel volt. Na de hát mindenre nem juthat idő, ezt mindig szoktam hangsúlyozni. Meg a másik, hogy kell hagyni legközelebbre is, nem igaz? Brutális erősséggel süt a nap. Égek gyakorlatilag végig, de nem baj. Nyár van, ezért jöttünk. Lebakkantam már ide, van itt valami bicikliút, de nem jó, úgyhogy jövök vissza az úttestre. Rezeg! És akkor most ugye mindenki, megint egy érdekes információ, amit szerintem kevesen tudnak, hogy Franciaországban nem kötelező a bicikliút. Tehát ha van kerékpárút, akkor is mehetsz a főúton. De hát tudjuk, hogy Franciaországban a kerékpárosok óriási becsületben vannak. Beszéltem már erről többször is a korábbi részekbe. A katalógusokban úgy hívják őket, hogy az utak királynői. Nem értem, hogy miért nőneműek a kerékpárosok. Miért nem az utak királyai, de hogyha ez így van, akkor Pisti, a tűsarkúba kellett volna jönnöd, nem ebbe, az SPD-be. Ennek is volt tűsarka, de letört közben. Persze viccet félretéve, itt Franciaországban a női kerékpárosok aránya sokkal magasabb, mint bárhol máshol Európában. Itt teszem hozzá, hogy Magyarországon sem nagyon alacsony. De hogyha mondjuk a Balkánhoz viszonyítjuk, ahol a kerékpársport gyakorlatilag csak a kocsmába járásban nyilvánul meg, ott a nők aránya leginkább a nulla felé tendál. Megint változik a körzet, gondolom figyeli mindenki. Érdekes kialakítású sziklatornyok mindenfelé. A konglomerátum, mint körzetfajta, most már egyértelműen domináns. Különben eszméletlenül jól haladunk folyóvölgyön fölfelé, leginkább a hátszélnek köszönhető. Itt van egy hegybe épített erőmű, István Pisti a Sasszegénál már 3 km részre vette, nem tudom, hogy mit látott. A gyönyörű szép Côte d'Azur. Hát ezt az egyet azért nem lehet elvitatni. Következik a 350 méter hosszú Baccaron viadukt. Megtekintjük. Mégpedig ezzel a sziklatoronnyal együtt. Igazság szerint akkor is megtekintenénk, hogyha nem akarnánk megtekinteni, mert muszáj rajta átjönni. A megtekintésen kívül van még egy másik pozitív, hogy egész közel kerültünk a Tinéhez. És én csobbanásra egybekötött kajálásban gondolkozok most. Pistinek kiadtam a parancsot, hogy ha már sólyom szeme van, akkor lejáratot keresni. Én gyönyörködök ezekbe a sziklafalakba. Fantasztikus. Mintha valaki így ilyen vésővel, vagy mit tudom én. Teljesen olyan az egész, mintha valami művészeti alkotás lenne. Érdekesség, még tessék csak figyelni, ott azt a rámpát, ott megy fönt egy út. A régi vasútnak a nyomvonal, és kiszúrtam otthon, csak valahol elszúrtuk a leágazást. Hát pedig az az élettől látványosabb lett volna, annak ellenére, hogy most időközben négy sávossá vált az út itt a kanyonban, ami hát elég érdekes, hogy fért el. Hát jó lett volna ott menni. Lett volna egy minimális szint, de fasz a kilátás lett volna lefelé is, meg felfelé is. Ezek a mediterrán folyók azért nagyon jók, mert pont fasz, ha szokott ilyenkor nyáron lenni a hőmérsékletük. Így is mutogatja most a változatosság kedvén a bal oldali falat, hogy milyen réteges, amit hogyha téglák lennének egymásra pakolva. Ha érkezünk a kajálóhelyhez, a négysávos út mellé még egy ekkora hatalmas nagy parkoló kajálóhelyel is ide tudtak rittyenteni. Inkább az a nagy kérdés, hogy de máshol meg miért nem? Ma víz lesz az ebéd, ugyanis diétázunk. Na jó, hát egy-két táplálék kiegészítőt azért szoktunk hozzáenni. Szalonna,
kolbász, tepertő, a féldisztó alkatrészei, így ebben a sorrendben. István Pisti füzet rakott az orkán elejű szélben. Én most bemenekülök a vízbe, úgy döntöttem, mert ha mégis felgyúl az erdő, legalább biztonságos helyen legyen. Pisti, az okos és a hülye beszélgetett ismered, tudod? Ja. Ha a hülye elmegy üldeni, akkor kimaradott, az okos. Hát ezt elbasztam. Na jó, akkor újra. A hülye és az okos beszélget. Ha az okos itt marad, akkor kimegy elfürdeni? A hülye. Az meg. Akkor ezt most itt adtam fel. Tudok fürdeni. A lejárat nem túl egyszerű. Főleg ez PD-ben. Ez igen. A fogadóbizottság. Hát egy kis ingoványos rész. Valahol találni kéne valami fasz a helyet. Az például szóba jöhet egyszer dögönyözőnek. Esetleg az is fasz. És ugye az a gond, hogy hogy lépegetünk be. Itt meg legalább jó a talaj, de mindegy, baj, megoldom valahogy. Hogy hívják Rubint Léka hasát? Rubint kocka! Erre gyúrok. Egész elviselhető. Az egy mediterrán folyó, ugye ezt említettem, de azért a sodrás az faszául megvan. Üdési technikát, mint ki kell úgy dolgozni. És most ebben a másodpercben el is helyezkedtek, csak ellevigyen az át. Így, most lesz megfigyelni. Lábamat berakom ide a sodrásba, ha be tudom persze, nem igazán. Nos, ilyenkor ez úgy működik, hogy fel egy támaszték itt előttem a seggelet, ebbe támasztottam bele, hogy ne vigyen ki az ár. Tényleg, ott faszom. Mondjuk, ha csak egy centivel beljebb helyezkednék, akkor lehet, hogy nem állnék meg egészen dicsáig. Jó, mert ott a fejem fölött van egy vár, az egész hátul. Ráközétek, azt nem tudom, hogy megmutatom, mert igen, igazán sem néztem. István Pisti azt mondja, betúrja a kaját, aztán nem kizárt, hogy ő is bejön. Hát, ha ezt a Sziasztát Pisti kihagyja, akkor aztán is érdemli. Komolyan mondom, ez megért három tengerben. Ha már fenyegetőztem azzal a várral, akkor tessék, íme. Lehet, hogy nem is vár különben, hanem csak a falu teteje, mindegy, fantasztikusan néz ki. Ott van a vasútnak a nyomvonala, itt közvetlenül fölöttem, ugye, amiről beszéltem. Azért, mikor járt a vonat, nem lehetett rossz, az sem. Mi újság van, Pisti? Küldés közben nagy kárért. Tényleg? Na mondjad! Mi az Isten, csak nem elhagytad? Elhagytam az üveget. Hát szóval komoros ez, de ugye azért még van másfél napunk, és hát Pistinek azért ez dioptriás szemüveg, de most akkor mi lesz? Majd egy szemmel nézek. Na azért, most mutatom, hogy miért érdemes kobra kopajtással jönni túrázni. Ugyanis, ezt nézd meg, Pisti. Az árgyélusod. C-szemüveg, azaz tartalék szemüveg. Nem rossz. Majdnem olyan dizájnos, mint az előző. Mivel tök ugyanaz, mi? Igen. Minusz 2-es? És a másik milyen volt? Hát nekem az minusz 4-es. Nem baj, átmentileg jó lesz. Bocsiban van a vezető, és az meg lesz. Én úgy vagyok vele, hogy tartalék szemüveg a legfontosabb, mert én szemüveg nélkül olyan vagyok, mint a félszemű küklopsz. Magyarul, hogy akkor egyáltalán nem látok. Sziesta végrehajtva. Körülbelül egy órát ellubickoltunk itt a vízbe, kaja, pia, meg minden. Eszméletlen jó volt. Nyilván sokan ódkodnak az ilyen típusú kikapcsolódástól, a kirándulásnak az ennyire vad formájától, mint amit mi csinálunk. A 21. század emberei leginkább már a négy falhoz vannak szokva, és az otthoni körülményekhez, ugye erről már beszéltem. Ezért azokat, akik a természetet úgy használják, mint az őseink, a társadalom nagy része már csodabogaraknak, különcöknek tekinti. Aki másként él,
nem érti, mit érzek én. Aki másként él, nem érzi, mit érzek én. Figyelj rám, nincs a földön igazság. Szerintem a Pokolgép 1992-es lágere a legtökéletesebb, amit lett. Újabb Tinévi adukt, és az út pedig szépen lassan, de annál komótosabban csipegeti el tőlünk a szinteket. Most ezen a szakaszon olyan hátszél van, hogy 6%-on szinte repülünk fölfelé. 7 kilométerre vagyunk Saint-Xavier-től. Furcsa módon lakott területek továbbra sincsenek, buszmegállók viszont annál gyakrabban vannak. Erre egyelőre még nem találtam magyarázatot. Egy kis zúgó a Tiné oldalában, de valójában azt várom, mikor fogjon már a forgalom. Egy egyterű majdnem oldalba durrantott, hát ez egyszerűen lehetetlenség átjönni. Megint szurdokosodik a folyó, vagy még inkább úgy mondanám, hogy még mindig szurdokosodik a folyó. Ennek mi persze továbbra is örülünk. A Tiné teljes 75 km szakaszából mi 38-at teszünk meg, Izoláig. És ezzel tulajdonképpen a teljes szakaszt meghódítottak nyilvánítjuk, sőt, a 13 kilométeres Vazablé szurdokot duplán tesszük meg. Vagyis oda is, meg vissza is. A vizes póló verseny number 2 az idáig tartott, és akkor itt ebben a másodpercben már mutatok is valamit. Ott esek fel nézni arra az útra, ott vannak azok a viaduktok fenn. Na úgy tudom, hogy ez a Saint Martin de Vesubier-be vezető út, tehát hogyha nem jövünk vissza a gerincen, hanem tovább megyünk, akkor csináltuk volna egy kört, és akkor én ott emlegettem, hogy a Tiné völgyébe lehet visszajönni. Na hát akkor itt lyukadtunk volna ki. Jók ezek a száraz befolyók. Jól mutattak így szárazon is, de azért nem tudja mindenki képzelni, hogy milyen lehet, mikor úgy zúg benne a víz. Elképesztő. Ennek nem akar vége lenni. Hogy mit munkálkodott itt a természet az égmillió folyamán. És hát persze, aztán az ember is. Igaz, hogy ő azért nem ilyen sokat. Mármint, hogy időben. Fórumokon sokszor kérdezik tőlem, hogy honnan van ez a tudás, ez a természet szeretet, információ özön, és még sorolhatnám. Nos, hát egyrészt apai örökség, természet szeretet mindenképpen. A másik pedig, hogy az első munkahelyemen eredjes munkatárs voltam. Az a gyakorlatban azt jelentette, hogy eredj ide, eredj oda. És akkor úgy bejártam úgy, hát akkor többnyire inkább még csak az országot. Aztán később ez a vágy, ez az inger csak fokozódott. És ahogy jöttek az anyagi lehetőségek, inkább úgy mondanám, hogy ahogy javultak az anyagi lehetőségek, inkább így bekerült bármilyen is. De persze az anyagi lehetőségek korlátozottak voltak, akkor végképp, de hát még most is. Ezek a költséghatékonyságra irányuló fogások, ezekből az időkből származnak, és még most is tartom őket. When you got to be a mighty, when you got to be accident tonight, when you got to be a mighty, everything alright, dancing all the time. Sparks, 1995. Nem, a szöveget nem figyel senki, ezek halandzsák. Rubion, tetszek figyelni? 2014, Alpok Expedíció harmadik rész, szurdok a kutyán. Érdemes megnézni még egyszer, és ha már itt tartunk, akkor vörösödnek a kövek. Pisti, ismerős a környék? Na mert igen, igen, a Barlang kupola keleti letörésének itt van a vége. Ugyanis légvonalban nem vagyunk ám messze a Sciences Tour-doktól, és természetesen a Dalétól se, mert ez egy és ugyanaz földrajzi egység. Nehogy azt gondoljam bárki, hogy Franciaországban csak csattognak itt minden másodpercben ezek a vörös riolit szurdokok. Nagyon kevés van ám belőlük, és az a néhány, ami van, az is teljesen más miatt vörös. Tehát ez a kanyon, ami a Vionennének tulajdonképpen, ami majd balra lesz mindjárt személyőr fölött is, annak idején azon mentünk fel, ez annak a folytatása, és ez mészkő, üledékes kőzet, és a vastól vörös.
Amit viszont a Rivierán láttunk, az Esztelen hegység, ami majdnem tök ugyanígy nézett ki, az viszont vulkáni hegység, és az meg a Riolittól vörös. De egyébként aláírom, hogy tök úgy néz ki, élőben is, nemhogy még videón keresztül. És meg figyelni, a salakpánya folytatódik, ott megy az út. Én nem tudom, hogy mi fog a kamerán keresztül átjönni ebből, hát ez valami brutálisan szép. A Esztelen hegységnél volt benne a túra ajánlásokba, hogy az Esztelen hegység megtekintéséhez napfény kell. Nos hát nekünk végül ott is megvolt, de hogy itt is megvan, az egyszer biztos. Tessék megnézni a másik oldalt, hogy csillognak ezek a ilyen... Hát még egyszer mondom, ez más, mint az, mert az olyan porlós volt, ez pedig kemény. Férfiasan be kell valljam, hogy én vörös sziklákra nem számítottam. És hogy jól megnézzük, valójában csak ezen az oldalon van. A másik oldal nem így néz ki. És az érdekes az egészben talán az, hogy ez a Szabiőr alatti szurdokrész valójában nem is egy védett terület. A Mercantour Nemzeti Park az a Szabiőr fölött és Izola között található 10 pár kilométer, magyarul a Vazablé kanyon, ami szerintem nincs ilyen szép. Kerékpártúrázóknak fontos táblák jönnek, Coyol, Lombard és a Bonnet, mint három nyitva, ugyanis innentől következnek a nagy hágók. Ezekből mi kettőt 2014-ben behúztunk, a Coyolt és a Bonettet, és akkor így kizárásos alapon már csak a Lombard van hátra, az következik most. Nem akarok előre futni a holnapi programba, úgyhogy erről inkább most nem beszélnék. Az a cél, hogy minél közelebb jussunk a hágó út bejáratához. Az útnak ezt a nyomvonalát, tehát 1884 és 87 között készítették. Itt most nem az aszfaltozásról van szó, hanem a sziklamunkákról, illetve hidakról, viaduktokról. Természetesen ugyanúgy háborús célból, mint itt a környéken minden utat. És miközben mutatom, hogy előtérbe került Saint-Xavier legmegyben szabott látképe, a vasút nyomvonalát pedig pár tíz évvel később kezdték el készíteni, és aztán az is kész lett a 10-es években. Saint-Xavier sur Tiné, állítólag Kelet-Provence legszebb kisvárosába érkezünk most. Két feladatunk van, a városközpont megtalálása, illetve csurgó keresése. A kettő lehet, hogy össze is. Másodpercben már találtunk is egy csurgót, úgyhogy most tesztelünk. Saint-Xavier-sur-Tiné, a kanyarban fészkelő város, két folyótól korotánál fekszik. Itt jön be a Viennennél, a Tinébe. 2014-ben már voltunk itt. Érdekesség, hogy a nevét a város szentekmentő, nem valami vallási okokból kapta, hanem itt felüttünk találtuk a 2700 méteres Mont Saint-Xavier. Akkor belesünk a régióvárosba, feltéve ha ez az. A szokásos szűk sikátorok mindenfelé. Csak az áttételem nem túl jó. Ugye nem tetszenek kitalálni, hogy mi ez. Ez volt régen a közmosó. És még most is remek víz van benne. Ez lenne a központi tér. Pistő az előbb megjegyezte, hogy hát ha egyáltalán térnek lehetett nevezni, gyakorlatilag pár négyzetmétert. Hát igen, ez egy olyan környék, ahol ennyi a hely. Különben a komplett falu műemléké van nyilvánítva, és nagyon érdekesek a palatetős, fölös palatetős házok, amiket innen nem látunk, de akit érdekel, 2014-es sorozatunkban felülről megmutattam. Hát egyelőre ennyi. A város fontos stratégiai hely volt, már a rómaiak korában is, ugyanis két fontos kereskedelmi útvonal kereszteződésében épült, az Aurelia, illetve a Cenevelum. Őszintén azért kerüljük most a várost, mert tavaly kívüljék, valahol itt táboroztak valamilyen felhagyott kempingben.
És igaz, hogy szeptember közepe volt akkor, de nekem van egy olyan gyanúm, hogy most így augusztus végén is már ugyanez a helyzet. De egyelőre nem tudok rájönni, hogy hol lehetett. A város különben itt van mellettük, azt arra emlékszem, hogy a Tiné part volt. Alulról a város különben sokkal selejtesebbnek néz ki, mint felülről. A vöröses lila tetők ugyanis fentről sokkal hangulatosabbá tették a várost, mint innen alulról. Másodpercben belesek már ide, hogy ez tulajdonképpen micsoda. Nekem valami ilyesmi kefrec rémlik, hogy itt táboroztam, de mondjuk lényegtelen, még egyszer mondom, hogy mindenképpen tovább megyünk, csak kíváncsi lettem volna a helyszínre. Nekem különben ez ilyen betonpályára. Vaj az? Az se kizárt, hogy az. A városban különben brutálisan nagy szintek vannak, tehát az ember csak ezt a pár száz métert, amit így meg akarja tenni, már azért mászni kell, de úgy Isten igazából. Különben előttünk a Viannéné szurdok látható, teljesen függőleges sziklafalakkal, és ott megy fönt, tőlünk jobbra, a Rubignoni út. Aki erre jár, azt semmiképpen ne hagyja ki. Így néz ki Savior főutcája, most megint jövünk vissza. Ennyi az egész, nagyon rövid itt a közkút, muszáj visszajönni, mert itt felejtettem a kólámat. Amivel persze önmagában nincsen semmi baj, mert addig is legalább hűlt. Igen, igen, itt úszkál, ahogy kell, szépen, faszául lehűlve. Saint Xavier mára már kereskedelmi és stratégiai jelentőségét elvesztette, átavanzsált turista központtá, de azért 70 évvel ezelőtt Mussolini még nem teljesen így gondolta. Ugyanis megfenyegette a várost, ezért 1940-ben kiürítették. De végül az olaszok nem jöttek. Illetve jöttek, csak nem jutottak el idáig. Vasúti alagút volt ez, mondom, világos karakterisztikájából. Tessék figyelni a napot! Pont úgy tűz a hegytető, hogy még éppen, hogy ide vágjon, hogy dögöljünk meg, rohadtul meleg van. A Vazablé szurdokban megyünk, látszik, hogy a méretek itt is megvannak. Ennek ellenére már túl sok felvételt itt nem fog csinálni, ugyanis 2014-ben itt jöttünk lefelé, már többször említettem, és bár azt is mindig mondom, hogy ugyanaz a másik oldalon mindig másképpen néz ki, de nem akarom túlzásba, így is elég hosszú lesz ez a film. Időközben a emelkedés is oda vágott, már 6.25-ön vagyunk, és egyre jobban lihegek. Úgy hörgök, mint az Alien. Mondjuk ez nagyon profi módon megy, az Alien az nagy kedvencem volt. Indultam is Alien utánzó versenyen. Hörögni kellett. De ettől van még jobb, a főiskolán indultam. Zombi utánzó versenyen is. Miután megnyertem, utána közölték, hogy akár még sminkelni is lehetett volna. Ej! De megijedtem. Miközben akkora hegy van előttünk, hogy már a tüdőm is beledonált, úgy tűnik, hogy kezdenek előjönni a felhők is. Végre egy olyan nap, amikor nem kell rohanni, és megint pihízünk, és akkor rögtön egy történet, nem teljesen idevág, de elég sokat emlegettem itt a villamost, hogy itt járkált, és nem csak itt, hanem az összes kanyomba, akkor a villamossal kapcsolatban egy helyi történet, Miskolc, 60-as évek. A hülye gyerek rabolja ki a bankot a főutcán. Fogja magát, kirohan, és hát mi volt kéznél? A villamos. Felugrott, eltérítette a villamost. Elkezdték üldözni a rendőrök a menekülő villamost. 6 kilométeren keresztül üldözték. Úgyhogy nem tudom, hogy a bankrablónál mi volt a koncepció, hogy az egyik utcába esetleg majd úgy bekanyarodik, úgy elslitzol. Nem tudom, lehet. A lényeg az, 6 kilométerig üldözték a rendőrök, vagy 10 autóval, míg a végén a MKV-nál a portásnak jutott eszébe, hogy ugyan már miért nem kapcsoljuk le a villanyt. Lekapcsolták, megállt a villamos, elkapták a lúzert. Pisti is röhögött rajta egy jót, azt mondta, ez nem igaz, de pedig ez igaz történet volt. És akkor még két kiegészítés csak érdekességképpen. Semmit nem vitt el a bankból. A másik pedig, hogy ez a történet valójában a rendőröket minősítette. Tehát ezért volt tanúságos. Következik a Póli híd. És mindjárt mutatom, hogy a hegyek. Én nem tudom, nem emlékszem, hogy ennyire látványos lett volna a Vazablé kanyon, de még egyszer mondom, visszafelé nem ugyanaz.
Hát Pisti azt mondta, keveset nézünk hátra. Ez a baj. Lehet, hogy igaza van. Csak tájékoztatásképpen ez a harmadik kinékhanyom. Miközben a 240 méteres viaduct de Valabrét küzdjük le hősiesen, elmondom, hogy bizony, megkordult a gyomrom. Megint jön a Mercantour, ki tudja már hanyatszor. A Nemzeti Park határa úgy néz ki, mint egy ökölhúgyozás. Egyszerűen nem értem, hogy miért nem lehet vonalzóval meghúzni. Pistinek azonnal megvolt a válasza. Azt mondta, mert a különleges bogár biztos cikcakba lakik. Tessék csak figyelni. Múltkor valaki megkifogásolta, de szerintem csak jó indulatból, hogy Kimco, Kimchi, stb. Hogy mi teljesen hülyék vagyunk. Akkor most figyeljen mindenki, Kobranko égtárháza kifogyhatatlan. Izola még 5 killinger. Kicsit nosztalgiázunk, tekingetünk vissza, idézgetjük vissza a 3 évvel ezelőtti élményeket. Milyen faszonapjaink voltak akkor pont itt. Hát, igen. Ha vissza lehetne forgatni az időkerekét, de hát ilyet nem lehet. A kamerát viszont vissza tudtam fordítani. Ez van mögöttünk. 2014-es reggeliző, sátor, szárító, illetve szaróhelyünk. Nyilván ezek a momentumok valójában csak nekünk fontosak, de nekünk azért nagyon. Ugyanis ezek előhozzák az élményeket újra, amelyek az idő hullámzó tengerében, akár akarjuk, akár nem, előbb-utóbb feledésbe merülnek. Megérkeztünk Izola elé, táborhely keresés folyamatban. Itt van egy vízműtelep, lekerítve. Isti, mondd tisztó legyek, hogyha ott nem találunk táborhelyet. Ez utóra jól néz ki. Most benéz, hogy előbb megyünk fölni, hogy megnézed, nem? Tartok egy telefonon. Gondolom, nem okozok meglepetést, hogyha azt mondom, hogy megvan a táborhely. Nem. Hát igen, tanulni mindig profiktól kell. És már itt is vagyunk. Bejöttünk Izolára egy pofa vizitre, mert ugye már ismerjük a város, voltunk itt. 3 dolog érdekelt igazán, a bolt, a kút és a kajálóhely. Mindhárom megvan. Bár a bolt, amennyire rémlik 3 évvel ezelőttről, az lehet, az most be van zárva, semmi kiírás, így kívülről nem kaja shopnak néz ki. Reménykedünk benne, hogy ez ilyen mindenes bolt, és még az a talány, hogy holnap mikor nyit. Egyébként amennyire most megfigyeltük itt a tűznap alatt, ahol az van kívül, hogy tabák, ott azért általában minden van. Amit megtudtunk, hogy ez itt pékség az egyik helyitől, és 7-kor nyit. Tehát kenyér az akkor is lesz, ha amúgy meg nem is kell. Nekem ez az üzal különben nagyon bejön. Valamiféle monti verseny ért éppen véget, és most pakolták be a bringákat a buszokba. Mi viszont, tetszik, nem tetszik, vacsorázni fogunk. Na akkor ebben a másodpercben betámadjuk a kiszemelt kajálóhelyet. Amit azért valljuk be, hogy ötösre nem értékelnék, mivel szemetes nincsen. Van viszont árnyék, ami mondjuk a vacsorához nem annyira szükséges. Víz nincs, de azt vételeztünk. Szeretném. És hogyha valaki azt kérdezi, hogy vajon milyen lehet a kilátás, akkor mutatom. Íme. Úgyhogy ezért Pistire bízzuk az osztályzást. Tessék! 4-es. Hát úgy kb. Egyetértek. Ezt tessenek megnézni. Tudja valaki, hogy ki ez? Itt nem néz kitalálni, mivel egész nap erről beszéltem. Mire én odáig jutok, hogy kipakolom a cuccot a táskából, István Pisti már 2 paradicsomos halat bevert. István Pisti elvállalta, hogy ő ráteszi a tűzhelyre. Na. Annak fejében, hogy akkor neki kell megenni. Adok. Megmondom őszintén, hogy én ezt halálforma szeretem. Ha valaki jót akar enni, akkor az most figyeljen. Mondjuk ez elég félbenyögés volt, mert nyilván csak én tudom megkóstolni. Most az a helyzet, hogyha valaki egy csilisbabot vette, nem csak ezt a fajtát, hanem bármelyiket, akkor tudjon róla, hogy nem fog csípni. Vagy legalábbis az én igényeimnek nem megfelelően nem fog csípni. Ezért én azt szoktam csinálni, hogy egy kicsikét feljavítom csípős paprikával, és akkor lesz a fasza. Nyilvánvalóan ezt
menet közben kellett volna beledarabolni, de hát azt tart azért nem olyan könnyű. Ha én gatya volnék, mindig babot ennék, de nem lennék játéka, mindenféle leszélnek. Nem tudom, hányan tudják, hogy Japánban a szelek eregetése az tulajdonképpen a közönség nyilvánítás jele. Úgyhogy, ha én ezután most egy akkorát fogok fingani, hogy István Pistinek beleng a haja, akkor senki ne ijedjen meg, mert csak azt fejezem ki, hogy mennyire ízlett az étel. Közben szörnyűködünk a holnapi hágón, csak rögtön az elején 10-10-9-9, ezek átlagok, tehát itt azért 11-12 is lesz, és végig tartja ám magát, durva lesz, a túránk legkeményebb napja jön holnap. Jaj, István Pisti mondta, én ne ijedjek meg, mert én biztos, hogy eddőkbe leszek, mert nekem rakétahajtó mindig is lesz. Most már nekem kell majd hátul menni. Én azt mondom, most már ne spilázzuk tovább ezt a témát. Hát egy kicsikét itt most mérgelődünk, István Pisti megnézte az időjárást. Hogy van? 17 órától már elég intenzív eső. Ajaj, bele kell húzni. Nem tudom, hány embert vétek egy kis időjárásos tudományos magyarázkodást, hogy tudjuk ugye az okát ennek az egész időjárási helyzetnek, hát a valakit érdekel. Mi az, amit látunk? Az, hogy jön egy pont. Itt látszik. Itt pedig volt egy anticiklon, ugye ezért volt jó idő 10 napig. Igen ám, de a front előtt az anticiklon úgy hívják, hogy feltöltődik. Magyarul zivatarok robbannak ki, és általában mindig csak délután. Ugye ezt látjuk most. Hát holnap ez megint reggel zöld lesz. És utána szépen délután ezek gyülekeznek, és főleg a nagyobb hegyekben nagy esőgócok alakulnak ki. Na ettől fosunk. Felvetődik a kérdés, hogy akkor mi következik ebből, István Pisti azonnal megválaszolja. Hát szerintem korábban kellene indulni, hogy meg tudjuk előzni a délutáni zivatarokat. Ez a megoldás. Pontosan. 4-9, haja lett volna. Lopakodunk be a táborhelyre. Ilyen hamar még, sose. Ami persze egyáltalán nem probléma, sőt, tulajdonképpen örülünk neki. Ugyanis most azt találtuk ki, hogy egy órát legalább nyerni kéne azzal, hogy korábban lefekszünk, és akkor holnap hamarabb kelés. Közben mutatom, hogy azért volt itt dilemma. Egyrészt itt van a vízműnek egy kerítése, másrészt pedig itt a másik oldalon szerintem lehet látni, hogy itt van a parasztnak a ház. Totál ide lát. Itt persze most rögtön helyezítek, mert múltkor szóvá tették, hogy mi az, hogy a parasztnak a házat. Ugye itt a helyi lakosra kell gondolni a parasztnál, akik egyrészt földművesek, úgyhogy ez nem pejoratív értelemben használom. Na szóval itt mindjárt mutatom, talán most lehet jól látni, hogy ebben a másodpercben már takarásba is kerültünk, tehát ez a rész jó, nem Pisti? Na. Következőek a napi rendi pontok. Sátorállítás, vackolás, alvás, holnap pedig hágómázás. Viszlát.